Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb Amok Szín videóban. A mai nap egy TP-Link Powerline adaptert fogunk kibontani. Ennek a tulajdonság az, hogy nem vezetéken fogjuk vezetni az internetet, tehát nem kábelen, hanem áramvonalon a falakba például. Tehát az a lényeg ennek, hogy az egyik prizába beledugjuk az egyik részét, belenyomjuk a LAN-kábelt, és akár 300 méter távolságba egy másik prizába beledugjuk a másik végét, és egy LAN-kábelen kihúzok egy számítógéphez a kábelt, és lesz internet. Így nem kell 300 méter kábelt mondjuk elhúzni ugyanabban az épületbe, hogy legyen internetünk. Vagy wireless-el egy csomó repeater tenni, vagy valami, hanem így sokkal egyszerűbben meg lehet oldani. Az egésznek a hátulütője ember csak annyi, hogy ugyanazon az áramvonalon kell legyen mind a kettő, máskülönben nem fog működni. Tehát, ha vagy sok esetben még ha egy elosztóba tesszük, ami protekciós, azzal sem működik, tehát az elosztó elé kell tenni, és ebbe beledugni az elosztó tovább, hogy működjön normálisan a dolog. Na, hát sebességben 200 megabittet tud, tehát 200 megabit per szekes sebességet tud, extra security, 300 méter távolság lehet a két adapter között, hát kb. Ennyi, ami lényeges. Tehát jó, HD video streamingre, plug and play, tehát nagyon egyszerű használni egyébként. Írja is, hogy mi hogy kell használni, tehát bedugjuk első csatlakozóba, utána másikat a másikba, rákötünk egy laptopot, és voilà, van internet. Természetesen vannak ennél erősebb típusok is, 500 megabittesek, azok már viszont annál drágábbak. Itt van egy kis rajz is, hogy hogy is működik ez valójában. Tehát nagyon egyszerű és nagyszerű az egész. Na, lássuk, hogy mit rejt a doboz. Kicsit nehézkes a kibontás. Tehát első sorban itt van maga a két adapter. Állapotjelző leddel. Írja is, hogy 200 megabit per szekundet tud. Ha ráfókuszálunk, igen. Tehát egyébként semmi különös. Tehát olyan több, mint egy szúnyogspray. Az alján pedig a LAN-kábelnek. Illetve a két csatlakozás, tehát megnyomjuk ezt a két gombot, mind a kettőn is, elvileg akkor össze is fognak csatlakozni. De ha nem, lesz egy telepítő CD, aminek a segítségével fel tudja ismerni mind a két eszközt a számítógép. És utána egyszerűen bekonfiguráljuk. Tehát van is hozzá két LAN-kábel, normális méretű szerintem olyan 2 méter hosszúak lehetnek, hogy tudjuk használni mind a kettőt, illetve mint már mondtam, a telepítő CD. Ezen felül vannak még használati utasítások, természetesen több nyelven is. Na, ennyi lett volna az egész, köszönöm a figyelmet, sziasztok!